Sziasztok! Az előző videóban már bemutattuk a vállát vinil oldalfali burkoló alapjait. Ebben a videóban pedig néhány darabot fel fogunk ragasztani erre a falra. És hogy miért burkoljuk le ezt az oldalfalat? Hát azért, mert mint jól látható, a salétrom szépen lassan kikezdi. A burkolólapok felragasztása előtt a málló vakulatot, a nem stabil felületet mindenképpen először távolítsuk el. Természetesen az egyéb tereptárgyakat is távolítsuk el a falról. A következő lépésben a burkoláshoz fel kell vennünk egy vízszintes vonalat. Amennyiben szerencsénk van, a parketta szegélyléc már vízszintben van, ezt ellenőrizzük le, és ha megfelelő, akkor akár kezdhetünk is ragasztani. Amennyiben nem vízszintes, úgy vegyünk fel egy vonalat az oldalfalra, a vízmérték segítségével, és ehhez dolgozzunk. Mi pedig most megnézzük, hogy a mi parketta szegélylécünk vízszintben van-e. Kezdhetjük is a ragasztást. Első lépésben a kartust belehelyezzük a pisztolyba, mindenképpen vágjuk ki a tetejét, és így a ragasztó már készen is van. A ragasztót nyomjuk rá a burkolólapnak a hátoldalára, nem kell túlságosan sokat. A beragasztózott falpanelt nyomhatjuk a falra. A következő lapot természetesen már méretre kell vágni. Erre az a legegyszerűbb módszer, ha a helyre tesszük a lapot, majd a fal síkjánál egy ceruzával megjelölne a vágási pontot. A vágás nagyon egyszerű, a megjelölt pontokat egy vonalzóval kössük össze, majd egy szikével karcoljuk meg. Ezután a lap pedig már magától el fog pattanni. A vágott részt megint beragasztózzuk és rányomjuk a falra, és ezt így ismételjük, amíg készen nem leszünk. A lapokat több mintában is fel lehet ragasztani, akár halszálkába, akár egymás alá, akár egymástól eltolva. Természetesen a legtakarékosabb felhasználási mód itt is a parkettázás módja, tehát ami lehullik darab, azt a következő sor elejére fogjuk felépíteni. A konnektornál mérjük fel a konnektornak a helyét a falpanelre, majd vágjuk ki. Ha a kapcsoló körül végeztünk, akkor akár vissza is szerelhetjük, így érintés védelmileg sem okoz problémát. Ha vannak olyan csavarok, amit burkolás után is szeretnénk visszatenni, akkor jelöljük ki a tiplik helyét.
elkészültünk a burkolással, ugye menet közben már a kapcsolót visszaszereltük, behelyeztük a csavarokat a tiplibe, most már csak annyi hír van, hogy a fogast visszaakasszuk a helyre, és készen is vagyunk a burkolással. Ebből is látszik, hogy mennyire egyszerű és mennyire gyors a munka a vallat Wood Planks nevű vinyl burkolólapjaival. Természetesen ezek a termékek is megvásárolhatóak az Anru épület díszítés webáruházában, illetve tudtok hozzá választani padlószegélyléc, parkettaszegélylécet, akár extra magas kivitelben, illetve ha nem tetszik az oldalsó lezárás, akkor akár élvédőt, fából is, vagy akár alumíniumból. Ha tetszett a videó, akkor dobjatok egy lájkot. Ha szeretnétek értesülni az új termékeinkről, új videóinkról, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, vagy kövessetek minket a Facebookon. Köszönjük a figyelmet, sziasztok!